Szép jó reggelt. Már régen volt szösszenet, de tegnap jött egy nagyon kedves felkérés, hogy beszélgessünk a féltékenységről. Hát, nem egyszerű téma, de beszélgessünk. Természetesen erre nem tudok olyat mondani, hogy ezt vagy azt tedd meg, és akkor elmúlik. De elmondom, hogy én hogy látom. Féltékenység kétségekből táplálkozik, s mihelyt a kétséget bizonyosság váltja fel, örjöngésé válik, vagy megszűnik. Ezt még nagyon korán hallottam, én rendkívül mocskos mód féltékeny típusú ember vagyok. És mivel pontosan tudtam mindig, hogy egyrészt az összes kapcsolatomat ez tette tönkre, sok minden más mellett, de ez feltétlenül hozzájárult, arról nem beszélve, hogy megszomorított, megkeserített, és több ízben egyébként öngyilkossági kísérletig jutott a dolog. Szóval annyira nem tudtam elviselni. Az, hogy mással lehet az, akit én tulajdonlok, és én birtoklok. Mert szerintem a féltékenység az nem más, mint egyfajta tulajdonlás, és a tulajdon elvesztésének a félelme. Na most, jelen helyzetemben, én ugyebár cölibátusban élek, nem fogadtam meg, és nem is azért élek cölibátusban, mert nem lenne esetleg kivel. De ismerem magamat, és tudom, hogy tönkre teszek nagyjából mindenkit. Ugyanis én tulajdonképpen a szeretetemmel ölöm meg a másikat. És a szeretetem nekem úgy nyilvánult meg, hogy csak én, csak ő, csak mi, de mindenki más. Tehát még család, rokonok, senkit nem tudtam eltűrni férfit mellette, mármint a párom mellett. És én halálra szerettem a partnereimet. Na most, hát azért mondom, nagyon sok összetevője van ennek. Például megtanultam egy életre, hogyha egy olyan hölgyel jövök össze, mert hát ugye jó párszor volt ilyen, akinek van párkapcsolata, és megcsalja a párját velem. 1000%. Hogy engem is meg fog csalni majd a sorom következővel. Ez 1000%. Tehát ilyen nincs, hogy hát őt megcsaltam, de téged nem foglak. Hagyjad már. Hülyeség. Baromság. Mindig ezt mondják. Aki csalfa, az csalfa. És aki féltékeny, az féltékeny. Nem fog megváltozni. Nem tud megváltozni. Erre én egy olyan gyógymódot találtam, én nagyon szenvedtem a féltékenységtől. Hogy a védákhoz fordultam. Tehát ugye vallási úton járok, lelki úton járok, és ezáltal próbálok megérteni mindent. Nem csak ezt, mindent. Például a féltékenységet is. A lélek eredendően, tehát ugye ezt már beszéltük, szóval ezt most erre nem térek ki külön, meg aki ezt nem tudja elfogadni, az ne is nagyon hallgassa tovább ezt a videót, mert abszolút vallási megközelítésből fogok erről beszélni. Tehát ugye mi nem test vagyunk, hanem lélek. A lélek eredendően Isten társa. És egy szeretetteljes kapcsolatban vagyunk Istennel. És Isten tökéletes. Tehát ő mindenből a leg. És a vele való kapcsolatunk is a leg. Ezért mondják azt egyébként, hogy abszolút. Tehát az anyagi világban minden relatív, de a lelki világban minden abszolút. Szóval az abszolút szeretet, az abszolút szerető kapcsolat az a lelki világban van. Mi különböző okoknál fogva, ugye eltávolodtunk Istentől, lekerültünk az anyagi világba, hogy egyedül, önállóan, Istentől függetlenül létezzünk és élvezzünk. Erre megkaptuk a lehetőséget. Na most, a lélek eredendően továbbra is vágyik erre a szerető együttlétre, erre a szerető kapcsolatra. És azért az egész életét mással sem tölti,
mint folyamatosan szeretetre éhezik, és keresi azokat az embereket, akiket szerethet. Mert pótolni akarja ezt a végtelen űrt, ami kimaradt az életéből, ugye azáltal, hogy lekerültünk az anyagi világba, eltávolodtunk Istentől, és nagyon-nagyon hiányzik nekünk a szeretet minden embernek kivétel nélkül. És itt lehet ilyen, olyan, amolyan, nyilván most a bőrszín meg az ilyesmi az amúgy teljesen lényegtelen, de a habitusát tekintve is bármilyen lehet egy ember. Agresszor, papucs, vagy szóval teljesen mindegy, milyen jelzőt aggatsz rá, de minden ember éhezi, szomjazza a szeretetet és a szeretni akarás. Tehát, hogy ő szeressen. Na most, az anyagi világban mi ugye mindent az anyagban keresünk. És ezért tévesen a szeretetet is az anyaggal hozzuk összefüggésbe, magyarul a testtel. És megpróbálunk szeretni, birtokolni, tulajdonolni egy múlékony és változékony dolgot. Egy testet. Kémiai anyagok összességét. Ami ilyen, olyan, amolyan anyagból áll, és teljesen lényegtelen, mert most éppen jól néz ki, de már holnap, holnap után, 5 év múlva, 10 év múlva már nem úgy fog. Arról nem beszélve, hogy ugye vannak, tehát ez a durva fizikai megjelenés, ez a test. Van a finom fizikai. Ugye az elme, az intelligencia és a hamis ego. Na most, ezek megint csak változékonyak. Hol ilyen, hol olyan szeszélyes, úgymond. Hol kedves a partnerünk, hol meg egy kibírhatatlan, elviselhetetlen szuga. És mindannyian elfeledkezünk, nem mindannyian, hát akik vallásosak, ők nem. De azon kívül mindenki. Szóval az emberek 1%-a pontosan tudja, hogy a lélek egyedül, ami örök és állandó. Tehát, ha lélek kapcsolódik lélekkel, teljesen másodlagos. Az összes többi. A finom fizikai és a durva fizikai tényezők. Mert a lélek kapcsolódik. Viszont, amíg az ember test alapján dönt, és a vágyainak engedelmeskedik, mert megkívántam, mert meg akarom szerezni, mert birtokolni akarom, megkapod, de mindent vele együtt. A fájdalmat, az elégedetlenséget, a bántást, az agressziót, ez most hölgyekre is vonatkozik, ilyen jó pasi, olyan jó pasi, aztán kiderül, hogy egy narcisztikus barom, vagy egy agresszor, vagy egyszerűen csak nem normális, de milyen jól néz ki. Kit érdekel? Kit érdekel? Szóval ez a féltékenység egy ellentételezése annak, ami jó, és ez a rossz oldala. Mi ebből a jó? Az ilyen típusú emberek szerintem, gondolom, mint én, de akkor igazából csak magamról beszélek, tehát én amennyire nagyon féltékeny voltam, én olyan mértékben áldoztam magamat a kapcsolatunkért. Tehát én mérhetetlen mélységben szerettem, talán már imádtam az éppen adott partnert. És pontosan ezért képtelen voltam elfogadni. Már akár azt is, hogy ő mással tölt időt. Hát aztán még ha mást is csináltak, persze csináltak, mindegy. És akkor jött az agresszivitás, a harag, a düh, az indulat. De én nagyon szenvedélyes voltam. És minden kapcsolatom nagyon szenvedélyes volt. És tehát a féltékenység szerintem az ellentételezése a szenvedélyességnek. Ugyanis vannak ezek a, hát én úgy mondom, hogy langyos kapcsolatok, amiből hiányzik a tűz, a kraft, a tűz. A szenvedély. Tehát el vannak egymással, békességben, nyugalomban, de csak úgy el vannak, szóval ott nem igazán van féltékenység egyébként.
De olyan semmi. Tehát minél több a boldogság, annál mélyebb a boldogtalanság, hogy is mondjam nektek, fájdalma. Tehát minél több az öröm, annál több a bánat. És minél közelebb van ehhez ez az arany középúthoz, tehát minél kisebb a kilengés, pró, annál inkább kontra, tehát, hogy avval együtt, tehát, hogy minél kevésbé plusz, annál kevésbé mínusz. De minél jobban plusz, annál inkább mínusz. És talán a féltékenység az ilyen szenvedélyességnek a büntetése. Én ezt úgy tudtam kezelni, hogy egyrészt megértettem, hogy a lélek eredendően önálló. És nem tartom kizártnak, hogy lesz még lelki kapcsolódásom az életbe, de nagyon bízom benne, hogy testi kapcsolódásom már soha. Mert az mindig ideiglenes, múlékony és fájdalommal teli. És számomra az az öröm, amit okoz egy testi kapcsolat, egy szexuális együttlét, egy ölelés, csók, kézenfogva sétálás, persze ezek nagyon jó dolgok. De múlékonyak, és engem borzasztóan megvisel ezek hiánya és ezek elvesztése. Arról nem beszélve, hogy mivel rengeteg csalódáson vagyok túl, tulajdonképpen az első perctől kezdve, onnantól kezdve, hogy már fogom a kezét, és együtt alszunk, már azon jár az eszem, hogy vajon mikor fog elmúlni. És már akkor keseríti a lelkem. És egyre jobban sikerül már úgy kommunikálnom hölgyekkel, hogy nem a hölgyet látom, persze látom, hát hogy ne, ilyen szép, olyan kerek, fú, mit tudom én, hát hogy ne látnám. De már nem vágyok rá. És ezt erről megint csak volt egy videó, ezért sem tanulok meg spanyolul egyébként, mert így ezzel a fordító programmal elég nehézkes lenne, meg elég bénázós udvarolni. Nem is akarok. És minél inkább megnyugszik a lelkem, és minél egyszerűbb életet élek, minél magasabb rezgésen tartom magam, annál magasabb rezgésű emberek kerülnek a közelembe, a társaságomba, és egyre gyakrabban kommunikálok úgy hölgyekkel, még akár nagyon dekoratív hölgyekkel is, hogy szóba se kerül, és gondolatba se kerül a testi megvalósítás. Tehát, hogy akármi. De jó lenne, mit tudom én, csak egy kicsit. Nem. Semmi. Szóval én valamiért úgy érzem, hogy ez, tehát maga a féltékenység, egy kereszt, amit egész életen át viselünk pillanatrepülőn. És hogyha nem is tudok, hogy tudnék-e esetleg hasonlatot mondani, hogy milyen szinten, hát talán mint a drog. Hogy ha drogozol, hát akkor jó egyébként, tehát azért nem tudom azt hazudni, hogy azért a kokain nem jó, meg a speed, meg a nem tudom mi. De iszonyat mocsokkal jár, iszonyat leépüléssel jár, és tulajdonképpen hosszú távon egy végtelen boldogtalan és nagyon fájdalmas élettel társul a drog. Egy féltékeny ember számára minden egyes kapcsolat fájdalommal zárul, és ráadásul egy féltékeny ember mindenképpen tönkreteszi a kapcsolatát, mert nem lehet nem tönkretenni a kapcsolatot féltékenységgel. Voltak, még annak idején nagyon sokat beszélgettem sok emberrel erről,
És vannak akik, és még én is, én hülye, persze hagytam magamat megdumálni, hogy ez milyen jó szöveg, hogy a féltékenységgel fejezzük ki a szeretetünket. Dehogy is. Tény, hogy én nagyon szerettem. Birtokolni. Birtokolni. És tulajdonképpen belegondolva minden egyes kapcsolatomba, így utólag visszagondolva, mennyire feledhetők voltak, pedig akkor éppen bele akartam halni. Meg majdnem bele is haltam. És olyan lányokért rajongtam, és olyan lányokat tudtam barátnőmként, hát akikkel, most lehet, hogy külső adottságok alapján még most is észrevenném, de jobban belegondolva, a jó Isten mentsen meg tőlük. Hú. Elszakadtunk a jó Istentől. És mindenáron pótolni akarjuk ezt a szeretet hiányt. De ezt testileg képtelenség pótolni. Nincs az a szexuális beteljesülés, és nincs az a tökéletes nő vagy férfi, aki be tudná tölteni ezt az űrt, amit az Isten iránt érzett szeretetünk hiánya okoz. És csillapíthatjuk, tehát élhetünk párkapcsolatba, de az egy kőkemény munka. Mindkét fél részéről lehetnek sikeres tartós kapcsolatok. Vannak sikeres tartós kapcsolatok. Olyanok is egyébként, amik teljesen nélkülözik a vallást. De ott kőkeményen dolgoznak a kapcsolatukon az emberek. Rengeteg alkalmazkodással, rengeteg lemondással jár, rengeteg türelemmel, rengeteg kompromisszummal, amikhez szükséges a feltétel nélküli szeretet és az őszinteség. Szükséges egyfajta kommunikációs készség. De ha nincs őszinteség, akkor hiába van kommunikációs készség, ha minden szava hazugság, vagy az én minden szavam hazugság. Hát én amúgy mindent nagyon meg tudtam magyarázni, hogy mi miért nem jó. Vagy mit miért csináljunk így, vagy úgy. Nagyon tudtam befolyásolni egyébként az embereket. És mit értem el vele? Semmit. Hazugság. Hazugságért hazugságot kaptam cserébe. De ha őszinte lettem volna, úgy megbántottam volna, hogy rögtön elhagyott volna. Volt egy nagyon-nagyon-nagyon szép barátnőm. Olyan buta volt, mint a tök. Nagyon buta volt. Nagyon-nagyon buta. De olyan szép volt. És közben halálidegesítő volt. És egyszerűen a testi vágy. Tehát ha nem is a lelkem, csupán az értelmem választotta volna, hát hogy őt nem választotta volna, az biztos. De nem ő választott, hanem a kicsi én. Meg az ízlés. Fú, nagyon jól nézett ki. Egyébként. Érdekes. Meg kell értenünk, hogy elsődlegesen a jó Istennel kell helyreállítani a kapcsolatunkat. És ha ez megvan, akkor a jó Isten mellénk fog rendelni egy társat, aki segít átvészelni ezt a börtönt, az anyagi lét börtönét. Mert az anyagi világ szenvedéssel teli és átmeneti. Minden múlékony, minden, te is, meg mindenki is, és minden is. A műszaki dolgaid, a bútoraid, az autód, a házad, minden tönkre megy. Hát meg persze lehet fordozgatni, meg stb. Nem ez a lényeg. De pontosan ilyenek az emberi kapcsolatok is. Mint az autó.
Hát néha kell egy nagy generál, meg stb. Stb. De egy folyamatos karbantartást igényel, hogy hosszú távon működjön. Aztán előbb-utóbb megy a roncstelepre, mi meg megyünk a temetőbe. Arról nem beszélve, hogy minél komolyabb ragaszkodás alakul ki a partnerünkkel, annál jobban megvisel annak elvesztése. Tehát nagyon érdekes, hogy édesapám halála után pár már 20 éve elváltak anyámtól, tehát ugye külön éltek, de édesanyám utána tulajdonképpen utána ment. És nagyon sokszor hallottam ilyen dolgokról, hogy ahol komoly ragaszkodás volt, ott annyira elviselhetetlenné vált a másik elvesztése, hogy tulajdonképpen belehalt az életben maradt tag a gyászba és a fájdalomba. Sőt, hát egyébként, ha gyermekhez ragaszkodik az ember, és őt veszíti el, meg sőt, hát ugye egy gyermek is, ha a szüleihez ragaszkodik, és a szülő elmegy, és nem egy emberrel tart a kis kapcsolatot, aki tulajdonképpen azóta az öngyilkossággal foglalkozik folyamatosan, mert nem tudja elviselni a szülő elvesztését. Szóval mindenben ugyanannyi jó, mint amennyi rossz. Hideg, meleg. Boldogság, boldogtalanság. Minél mélyebb egy kapcsolat, annál fájdalmasabb megélni annak nem létét, elvesztését, elmúlását. Minél szenvedélyesebb egy kapcsolat, annál szenvedélyesebb a szakítás. És én ezért vonok párhuzamot a féltékenység és a szenvedélyesség között, mert szinte minden olyan ismerősöm, akikről tudom, hogy nagyon szenvedélyes kapcsolatban voltak, ott mindig nagyon-nagyon durva vége volt a kapcsolatnak. És ha nem fizikai erőszak, akkor minimum verbális erőszak, és minimum megpróbálták egymást tönkretenni anyagilag, erkölcsileg, lejáratni munkahelyen. Hát volt egy csaj, sose felejtem el. Kurucka volt, a prostituált. És belém szeretett. De hát utcalány volt. És betelefonált a főtaxihoz, ott dolgoztam a főtaxinál. És feljelentett, hogy én megerőszakoltam. És behívtak etikára, úgy néztek rám, mint a véres rongyra. Jött egy utaspanasz, maga így, meg úgy erőszakoskodott egy hölgyutassal, itt és itt, ekkor és ekkor, és így, meg úgy. Mi van? Hülye vagy? Hát veszek magamnak annyi csajt, hogy és minden nap vettem egyébként. Tehát én nekem ez volt az életem. Úgy mondom, csak nem a, most nem mondom ki a nevét, F. Claudia. Csak nem az F. Claudia volt a bejelentő. És akkor elővettem a telefonomat, és megmutattam a bizottságnak, hogy fenyegetett. Hogy el fog intézni, mert hogy én az övé vagyok, és ha én nem leszek az övé, akkor ő engem kirúgat innen, meg tönkreteszi az életemet, meg minden, és akkor megnézték, hogy ki volt a fejem, és ő. Úgyhogy természetesen semmi nem lett az egész dologból. De hát gondoljátok el, amikor bemész, és akkor vagy 8-an ültek ott ilyen bizottság, hogy ugye hát a főtaxinál az egy elég komoly cég, 1500 taxis volt akkor, és azért van ilyen etikai vizsgáló bizottság, hogyha valami utas panasz jön. Na mindegy. Voltak sztorik. Na hát ő is nagyon féltékeny volt érdekes módon, mert tulajdonolni akart, birtokolni akart. És megértettem azt, hogy nincs ilyen, hogy tulajdonolni egy nőt, egy szemét, egy lelket. Nem birtokolhat senkit. És ugyanakkor, mivel én ilyen típus vagyok, és valahogy még mindig meggyőződésem, hogyha nekem itt most a ballangomba, de kialakulna egy kapcsolatom, egy hölgyel, tehát ide költözne akármi, akkor bizonyosan felütné a fejét a féltékenység. És
és erre én nagyon nem vágyok. Ha egy lelki kapcsolódás van, lesz kegyem, tehát a Jóisten mellém rendel egy társat, akivel lelkileg kapcsolódunk, a lelkére nem lehetek féltékeny. A lelket nem égeti tűz, nem szállítja szél, nem nedvesíti eső. Mert a testével nem fog foglalkozni. Tehát egy, ha úgy alakul, hogy egy Krisna tudatú matadzsival lesz szerencsém, egyébként nem keresem ennek a lehetőségét. Tehát nem, konkrétan nem vágyok rá. De ha mégis lesz valaki mellettem, az kizárólag csak egy matadzsi lehet, akivel nem lesz szexuális kapcsolatom. És így kihúzom a féltékenység méregfogát. Mert onnantól kezdve, hogy nincs szexuális kapcsolatom, meg eleve egy matacsi, tehát egy lelki gondolkodású nő nem arra vágyik, hogy jó meg legyen rakva. Tehát, hogyha lemegy a boltba, vagy lemegy az óceánba fürdeni, vagy valami, akkor nem jut eszembe az, hogy most biztos jó megizélteti magát. Mert tudom, hogy nincs rá igénye. És így nincs bennem fájdalom, hogy valaki birtokolja az enyémet. Felveszi a kabátomat, mondjuk úgy. Ugye voltak korábbi videóink, ez már egyébként elhangzott, hogy csak fölpróbálják a kabátodat. De te is fölpróbálod mindenki másét. És érdekes módon, hogy az összes olyan ember, aki szeret szeretkezni mások partnereivel, hát az ő partnereivel is szinte bizonyosan szeretkezni fog valaki más. Mert egyszerűen az ilyen típusú emberek ilyen típusú embereket vonzanak be. Tehát a csalfa emberek vonzanak be csalfa embereket, és azok az emberek, akik valóban hűségesek, igen, tudom, nagyon sok olyan ember van, aki élete végéig hűséges volt, és a partnere meg nem. A családomban konkrétan van ilyen példa. Hát, ja, erről nem is tudok mit mondani. Nagyon közeli érintett. De ez a keresztje. Nagyon sok mindent meg lehet érteni a karma tükrén keresztül. Szóval az, hogy egy embernek, ugye erről is beszéltem korábban, van egy karma csomagod, egy karma puttonyod, amivel erre a világra, mármint ebbe az életbe érkezel. Mert minden életben ugye ez más. A mostani életeddel készíted elő a következő életed karma csomagját, karma puttonyát. És hát ki miért rak össze? Tehát lehetséges, hogy most te szarvazol föl mindenkit, és megúszod, mert ebben az életedben téged nem, de nincs olyan, hogy nem kapod vissza. Nincs ilyen. Majd megkapod a következő életedbe. Vagy az következőbe. Minden egyes cselekedetünk, tettünk egy mag. Lehet, hogy fűmag, de lehet, hogy fa. A fűmag lehet, hogy egy héten belül ki kell, de a fa lehet, hogy csak 80 év múlva hoz gyümölcsöt. De hogy fog hozni, az biztos. Az biztos. Szóval, meg hát van az instant karma, tehát, hogy ebben az életben csalsz meg mindenkit, de ebben az életben téged is megcsal mindenki. Ez még talán a szerencsésebb. Mert így folyamatosan kapod a jelzéseket, kapod a tükröt, hogy mit teszel, mert azt teszik veled is. És ez egy nagyon nagy áldás volt az én életemben. Nagyon sok minden, nagyon sok áldás volt, ami nagyon rosszul érintett, és nagyon nagy fájdalommal éltem meg. És nagyon nagy világfájdalommal éltem meg. A szakításokat, a megcsalásokat, a mindent. Miközben pontosan ezt érdemeltem. És ezek vezettek ahhoz a felismeréshez,
hogy a lelki úton kell járnom. És amióta lelki úton járok, azóta, hát mondjuk úgy, hogy sokkal könnyedebben veszem az akadályokat, mert egyszerűen nincsenek akadályok. Tehát egy hölgy, ha az életembe kerül, az életem részévé válik, ő magával hoz egy olyan probléma halmazt, annyi akadályt gördít a lelki életembe, az egész életembe, hát az anyagi életembe is, hogy megértettem, hogy nem szeretném, nem vágyok rá. De, mivel lélek vagyok, és szomjazom a szeretetet, ezért, ja, meg nagyon szeretnék szeretni, ezért felvettem a Jóistennel a kapcsolatot. És minden szeretetemet a Jóisten felé közvetítem. És végtelen hálás vagyok mindenért. A hűséges kiskutyámé, aki ki nem mozdul belőlem, meg van egy cicám is, de most tűzött a nap, úgyhogy ő most elment. Hálás vagyok a napért. Hálás vagyok az esőért. Tegnap olyan eső volt, de legalább megöntözte a növényeimet. És ez a szeretet, amit én a Jóisten felé közvetítek, ezt a szeretetet én nagyon-nagyon-nagyon sokszorosan kapom vissza az emberektől is. Nincsen, hát meg tőle is, meg mindenkitől is, meg a növényeimtől is. Tehát onnantól kezdve, hogy a szereteted középpontjába a Jóistent állítod, a Jóisten megtalálja a módját, hogy kifejezésre juttassa ennek viszonzását. És ez az élet, amit most élek, ez az élet, amit most élek, ez nem tartalmaz szexuális életet. És nem tartalmaz nemi örömöket. Viszont nem nélkülözi a szeretetet. Nagyon-nagyon sok embertől kapok szeretetet. És tulajdonképpen mindenkit tudok szeretni. Vannak, akiket csak úgy tudok szeretni, hogyha elkerülöm, de akkor is tudom szeretni, mert már látom benne a lelket, és tudom, hogy az, ahogyan viselkedik, és amit és ahogyan tesz, az a ráható kötőerőknek a következménye és a kényszerűsége. És nem teszem ki magam annak, hogy néhány szexuális együttlét öröméért kitegyem magam egy fájdalomnak, egy kudarcnak, akár csak egy rossz élménynek is, mert nincs már rá szükségem. És az ember valóban attól válik emberré, hogy uralni tudja, uralkodni tud az érzékein és a vágyain. És mivel már most hosszú lesz a videó, ezt nem folytatom, de rengeteg mindent tudnék felsorolni, hogy amióta lelki úton járok, és megzaboláztam az érzékeimet, és kontrollálom a vágyaimat, milyen mérhetetlen módon szabadulok föl. Tehát azért a néhány szexért nem pusztítom magam, meg annyi keserűséggel és szorongással, és vágyakozással, és elégedetlenséggel, mert akármilyen jó a hölgy,
meg akármilyen jó vagyok én is, mindig valahogy hiányzott egy pici. És mindig volt egy, nem majd a következő még jobb lesz, vagy így, meg itt csináljuk, meg ott csináljuk, meg ezért erről is készült már videó. És mindig hiányzott egy pici. És soha nem volt elég. Tehát még mindig, majd még egy, még egyszer, még ezt még most, meg holnap, meg jövő héten, meg állandóan, de sosem volt elég. És most már tudom, hogy azért nem, mert hiányzott belőle a lelkiség. És ugye mindig a Málait szoktam itt idézni. Amikor a test megétetik egy másik test füllet fűszerével, a lélek éhes és szomjas marad. Na, ez hiányzott. Ez hiányzott mindegyik párkapcsolatomból, mindegyikből. A lelki kapcsolódás. És ezért, mivel anyagi kapcsolódás volt, minden velejárójával együtt, mivel anyagi, ezért megjelent az én és az enyém. Ő az enyém, az én tulajdonom, én rendelkezek vele. Nem. Nem. Ha úgy tudtam volna kezelni, mint lélek, persze ez olyan partner is kellett volna, aki szintén úgy kezel engem, mint lélek, és mellette esetleg élünk nemi életet, de persze nem olyan szabadosan, ahogy én, annó, na mindegy. Szóval lehet ezt jól csinálni, de kizárólag, ha lelki társulás, és mellesleg testi. Ha elsődlegesen testi és mellesleg lelki, akkor megint csak múlékony lesz, mert a test múlékony és változékony. Megöregszik, megrútul, lebénul, elsorvad, büdös lesz. Szottyat. Már nem okozza azt a vágyat, nem okozza azt az érzelmet, és akkor már csalódás. És közben van egy, és akkor még ráadásul van egy lelki kapcsolódás, tehát nem akarod elhagyni, mert amúgy szereted, de már rohadtul nem kívánod, viszont van a szomszédban egy lány, vagy a kocsmában, vagy a nem tudom hol, a buszvezető csaj, vagy a BKV ellenőr csaj, vagy pasi, és akkor már másra vágysz. Nem teszed meg. Nem teszed meg. Lehet, hogy meg is tehetnéd, lehet, hogy ő kacsintott rád már, mint a buszvezető vagy a nem tudom ki. De hát van egy partnered, igaz, hogy már szottya a töreg csúnya, de hát csak a partnerem. És amikor hazamész, és akkor már nem is úgy nézel rá, hogy a szerelmem, hanem az ok, aki miatt nem tudtam megizélni a buszvezető csajt, vagy a BKV ellenőr csajt, vagy a nem tudom kit. De szeretem, csak halakszom rá. Tehát ott már megjelenik megint egyfajta düh, egyfajta elégedetlenség. Mindig elégedetlenség. Sosem elég. Főleg, ha jó. Hát, ha jó, akkor tartson örökké. De hát nem tarthat örökké. Ilyen nincsen az anyagi világban. Tehát minél jobb, annál nagyobb a zuhanás. Minél kisebb a lehető, annál kisebb a... Na most mi van? Na, megjött. Miau? Jó. Igen? Oké. Az olyan kapcsolat, ahol feltétel nélküliség van, őszinte szeretet, de legfőképpen nem várnak egymástól semmit az emberek. Hát egyrészt ez nagyon ritka, másrészt hát majdnem azt mondtam, hogy csak vallásos családban fordulhat elő, nem. Bizonyosan előfordulhat ateista családban is. Egy nagyon jó neveltetésnek is, egy nagyon jó karmikus leszületésnek az eredményeképpen. De 100 szónak is egy a vége, egy szónak is 100 a vége. Aki féltékenynek született, szerintem az féltékenyen is fog meghalni.
mert ugye ez az összenet most a féltékenységről szólt. Kicsit elkalandoztunk jobbra-balra, de hát azért kötetlen beszélgetés. Én azt mondom, hogy a védák tanulmányozásával és a lelki élet fejlesztésével nem lehet meggyógyítani a féltékenységet, de meg lehet érteni, hogy lehet megszabadulni ettől a tehertől. Egy nagyon nagy teher, egy nagyon nagy kereszt ez a féltékenység, és minden kapcsolatot biztosan tönkretesz. És megértettem, hogy mit kilódol már. Már beesettem. Szóval minden gyötrelmem forrása a féltékenység volt, de a féltékenység forrása pedig a hibás párválasztás és a test tudatosság, és hogy az alapján válasszak partnert, hogy mennyire jól néz ki, esetleg milyen anyagi körülmények között él, mert ugye ez még egy másik ilyen anyagi aspektus, hogy rendezett anyagiakkal rendelkezzen. A lélek nem rendelkezik anyagiakkal, sem testileg, sem pénzügyileg, viszont örök. Na, az az egy az örök. És hogyha megismerkedsz egy hölgyel, függetlenül attól, hogy néz ki, de jó lelke van és szép lelke van az egész élet végén is, ugyanavval a szép lélekkel és jó lélekkel fog rendelkezni. De nincs az a csodaszép nő, vagy nagyon gazdag, vagy pasi, akinek nem nemes a lelke. Nem mondom, hogy gonosz, de minden esetre nem pozitív. Az anyagi helyzete és a testi külleme változhat pro-kontra. Megműteti magát, még nagyobb cicie lesz. De a lelke ugyanolyan negatív, esetleg gonosz marad. És csak azért megpróbálni elviselni, hogy a testünk megétessen egy másik test füllet fűszerével, meg lehet. Csak számolj a következményekkel. A fájdalommal, az esetleges megcsalással, az elhagyással, a kihasználással, a bosszúval, és mindennel, ami egy ilyen gonosz vagy negatív lélekhez társítható. Egy pozitív lélekhez eleve nem tudsz hozzárendelni ilyen fogalmakat, hogy megcsalás, hogy harag, hogy düh, hogy agresszivitás. Egy pozitív lélekkel kapcsolatosan nem merülhetnek föl ilyen dolgok. És ha jellem alapján választanánk, és lelki adottságok alapján választanánk párt, hát akkor lennének tartós kapcsolatok. Mindegy, ezt most olyan sokáig tudnám még folytatni, de már most 3-4 órás ez az összenet. Na, hát ez most egy kötetlen beszélgetés volt, az egyik csoporttársunk kérésére került szóba ma a féltékenység. Én nagyon-nagyon szívesen fogadok továbbra is észrevételeket. Mindig egyébként messenger üzenetbe szoktátok elküldeni, aranyosak vagytok, hát tök jó úgy is, meg persze ott is megbeszélhetjük. De én örülnék továbbra is, ha kialakulna itt a most ez a YouTube-ra kerül feltöltésre, mert nem tudom feltölteni közvetlenül Facebookra, de utána ugye a Facebook szösszenetek nevű csoportba, és ott a csoportban, amit gondoltok, hozzá lehet írni, és igenis lehet másként vélekedni, és igenis meg lehet osztani jó vagy rossz tapasztalatokat ezzel kapcsolatban is, vagy bármelyik szösszenettel kapcsolatban is. És ha van egyéb dolog, amiről szívesen hallanátok ilyen kis kötetlen beszélgetést, akkor nyugodtan, mint ahogy tegnap is történt, nem mondok nevet, hogy ezzel kapcsolatosan szeretne egy videót,
Ha van adatforgalmam, akkor nagyon szívesen töltök fel videót. Ugye én elsődlegesen most már könyveket, szemkönyveket olvasok föl, tehát az rengeteg adatforgalom felhasználással jár, de mellette mindig jut lehetőség arra, hogy néha egy-két ilyen szösszenet is feltöltésre kerüljön. Pillanat, elmegy egy repülő. Tehát, ha örömmel fogadsz ilyen szösszenetet, és van valami konkrét témajavaslatod, esetleg kérdésed, akkor örömmel várom, akár ugye ilyen tehát bejegyzésbe is, vagy esetleg ez alatt a poszt alatt, kommentbe, vagy privát messenger üzenetbe. Valamint, ha esetleg tudod támogatni ezeknek a videóknak a feltöltését, akkor majd a leírásba beírom, hogy ez hogyan lehetséges. Nem szükséges, csak lehetőség. És nagyon megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm ennek a valakinek, hogy engem kérdez különböző dolgokkal kapcsolatosan, és nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, hogy azok a dolgok, amiket és ahogyan megéltem, és azok a tapasztalatok, amiket ezeken a videókon keresztül közvetítek, valóban legalábbis néhány embernek ténylegesen hasznos. És ez egy nagyon-nagyon nagy öröm számomra. És ilyen emberektől kapok például rengeteg sok szeretetet. És ezt sem fejeztem be igazából, de nagyon-nagyon hosszú lenne, hát több órás videó lenne. Ha úgy elmondanám ezeket részletesen, amiket most már én teljesen jól átlátok és megértettem, hogy abban a pillanatban, hogy a Jóistent helyezzük a középpontba, és ő a szeretetünk tárgya, akkor rajta keresztül tulajdonképpen nagyon egyszerűvé válik mindenkit szeretni, és így is úgy is csak az ő elrendezése az, hogy az életben milyen partner kapcsolatokkal kell még szembesülnünk. Nagyon szépen fogalmaztam. Tehát, ha testalapú és vágyalapú, akkor először, hogy is mondják? Szóval először nektár, utána méreg. Ha lelkileg kapcsolódunk, akkor lehet, hogy először méregnek tűnik, de a végén nektár. Szóval ne felejtsük el, hogy napról napra öregszünk. Szóval napról napra csak rosszabbak leszünk minden szempontból. Tehát szexuális aktivitás és egyéb ilyen testi adottságok, külső adottságok szempontjából. És nagyon-nagyon rossz és lehangoló belegondolni abba, hogy 20-30 évek múlva lesz egyedül az ember, mert testalapon választott. És a lelki kapcsolódást másodlagosan kezelte, és meggyőződésem, hogy akik nem így tettek és tesznek, tehát elsődlegesen lelki alapon kapcsolódnak, és mellesleg élnek szexuális életet, őróluk feltételezhető, hogy együtt szeretetben és békességben fognak megöregedni, aztán persze ott még mindig előjön majd a másik elvesztésének hiánya és fájdalma, de azért nekik legalább volt egy féltékenységmentes, nyugodt, kiegyensúlyozott életük, amíg a szenvedéllyel élőknél és testtudatban élőknél a féltékenység, a bizalmatlanság, a birtoklási vágy szinte kötelező velejárója egy szenvedélyes kapcsolatnak. Mondom megint, van lesz, hogy ilyen langyos kis kapcsolat, ahol nincs tűz, de nincs pokol se annyira. Vége van? Vége van. Megyek a kocsmába, iszok két sörrel többet, vagy egy pálinkát. Jó van. Hát van ilyen is. Az egyszerűség is gyönyörködtet. Na, nagyon hosszú lett. Fogadjátok szeretettel ezt a kis kötetlen beszélgetés szösszenetet, és ha van észrevételetek, akkor várom nagyon sok szeretettel.
Hare Krishna, Haribol.